Mencer Tamás, Fidesz kommunikációs igazgatója, vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A fiatalok és a szülők figyelmébe ezt írta a Facebook bejegyzésébe a németek által forszírozott kötelező sorkatonaság férfi és női bevezetése miatt. Mi lehet a célja ennek a sorkatonaságnak? Sokat beszélünk róla, hogy kötelező sorozást akarnak a németek, de arról kevesebbet, hogy miért? A célja egyértelmű, de ha a célhoz mielőtt elérünk, beszünk az okról. Ugyanis a kettő egy irányba mutat. Ez az ukrajnai háború. Hogy mit mondanak a háborúpártiak? Szerintem egy nagyon fontos kérdést érint, és köszönöm, hogy erről beszélhetek logikai évben. Mit mondanak a háborúpártiak kezdettől? Ez a mi háborunk, a miénk. Ha miénk, mondják ők, akkor meg kell nyerni. Mikor van megnyerve csúnya magyarsággal? ha Ukrajna győz. De ma már mindenki tudja, a háborúpártiak is, hogy Ukrajna nem fog győzni. Nem emlékszem még külügyi államtitkár koromból azokra a titkos és kevésbé titkos jelentésekre, amelyekből nyilvánvaló volt, hogy mindenki tudja, hogy Ukrajna nem fog győzni. A háború pártiak számára is teljesen nyilvánvaló. Na most, ha nem győz, és ez a mi háborunk, akkor mit kell csinálni? Be kell menni katonával. Be kell menni, Ukrajna nem győz, be kell menni katonával, általános sorozás, a nőket is be kell sorozni, mondják a németek, mert az így igazságos, idéztem és európai dimenzióban kell a sorozást bevezetni, mondja Manfred Weber, mert akárhogy tagadja, nyilvánvaló, hogy mit, mit mondott. Tehát minden, és aztán be kell küldeni a férfiakat és a nőket is Ukrajnába. Minden egy irányba mutat, a háború azok, és a cél is a háború, illetőleg annak a folytatása. Mi ez ellen vagyunk minden erővel, és amíg Orbán kormány van, és ha az emberek támogatnak bennünket most vasárnap, akkor az egészen biztos, hogy se férfiak, se nők nem mennek Magyarországról az ukrán frontra. Mai sajtóhírek szerint öt útvonalat jelölt ki a NATO, ahol amerikai tankokat, illetve amerikai csapatokat tudnának felvonultatni az orosz határa. Hogyan fogunk tudni ebből úgy kimaradni, hogy közben a szövetségesi kötelezettségeinknek is eleget tegyünk? Hát úgy, hogy a NATO egy ez is egy fontos kérdés, mert óriási a nyomás rajtunk. Ugye most ez egy, ez egy új történet, amiről, amit, említett, hogy útvonalkat jelölnek Igen. ki, de ugye készül a, a NATO-Ukrajna missziója, amely a, a katonák kiképzésének átvételéről, irányítás átvételéről szól, fegyver küldés szervezéséről, meg, meg 100 milliárd euró beküldéséről. És mi ebből is ki akarunk maradni. Ki is fogunk, ha a magyar emberek támogatnak bennünket, de óriás itt is rajtunk a, a nyomás. De ki tudunk maradni, ugyanis a NATO egy védelmi szövetség, tehát mi arra szövetkeztünk, hogy megvédjük egymást a szükséges, és nem arra, hogy mindenfajta őrült támadó hadjáratokban veszünk részt, nem NATO területen. Márkizai Péter, bocsánat, azt mondta, hogy ha NATO megy, ő is megy, ha NATO küld katonákat, ő is. Ez volt a 22-es választás előtt. Ezt fontos tudni, mert a teljes baloldali gondolkodik, akkor a miniszterelnök jelölt, ezt ki is mondta, és azóta is háború pártják a baloldaliak. Akkor is kimaradunk, hogy ezzel szembe megyünk a NATO és az EU alapértékeivel? Nem, épp ez a lényeg, nem megyünk szembe ezekkel, ugyanis a NATO-nak az alapértéke és az alapvetése, hogy megvédjük egymást, senki nem kötelezhető és senkitől nem elvárható az, hogy őrült akciókban vegyen részt, támadó hadműveletekben, nem NATO területen. Tehát ebbe, ebbe, erre mi nem vagyunk kötelezhetők, ezzel együtt a nyomás óriási rajtunk, ez fontos tudni, és csak a magyar emberek világos támogatásával, amelyre vasárnap van lehetőség, tudunk ennek ellenállni. De még egy gondolat ehhez. A háborúpártiak azt mondják, hogy, hogy nincs itt semmi látnivaló, nem kell a háborúról beszélni. Amit ő mond, beszéljünk. ez egy friss hír, de, de erre tudom azt mondani, hogy, 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 hogy mi ezzel szemben az igazság. A minap, hadd kezdjem onnan, a minap a békemeneten egy kedves baloldali újságíró kolléga azt mondta, hogy, hogy, a Fidesz kommunikációja hogy változott, itt atomháborúról, meg világháborúról beszélünk, hogy van ez. És volt lehetőségem elmondani hogy nem mi beszélünk atombombákról, hanem a francia elnök Emmanuel Macron nem én találtam ki a ködös mondatokat az atombombákról, hanem a francia elnök beszél erről. Nem én találtam ki a sorozást, hanem a németek mondják például az Zöder nevű bajor miniszterelnök. Nem én találtam ki a nőkre vonatkozó sorozást, hanem a németek. Az európai dimenzió se én találtam ki, hanem Weber úr. És az se, hogy be kell menni Ukrajnába, hanem Macron beszél erről, meg Joe Biden, és akkor itt a friss hír, amit említett, a mai hír, hogy nem én találtam ki, hogy a NATO mely útvonalakon menjen Ukrajnába, hanem a NATO háborúpárti vezetői, és akkor mondom, még az egyéb NATO történetekről nem is beszéltünk. Tehát a helyzet rendkívül súlyos, ellen kell ennek tartani vasárnap közösen. Mikor valaki amellett érvel, hogy ne beszéljünk a háború veszélyéről, vagy amellett érvel, hogy szedjük le a stop háború plakátokat, mert ez a gyerekeket veszélyezteti, akkor valójában ő, a magyar Péterről beszélünk. Akkor ő mit képvisel? A legfeketővesebb, tehát egy igazi feketőves, radikális háborúpárti. És amit pedig mond ezzel, hogy a plakát veszélyes a gyerekre, és nem a háború, ez pedig, a, és vegyük le a háború ellenes plakátokat, ez a legaljasabb és a legundorítóbb háborúpárti akciók egyike. Ugyanis egészen nyilvánvaló, hogy nem a plakát veszélyes, hanem a puska golyó meg a háború, meg annak a kiterjedése, meg az atomfegyver. Ha valaki szerint nem a puska golyó öl, hanem a plakától, akkor az álljon, öli meg a, az embert, legyen ez gyerek vagy felnőtt, akkor az álljon ki, állítsa ezt és védje meg ezt az abszurd állítást. De nyilvánvalóan nem így van. Nem a plakát a veszélyes, azért a háború ellenes plakát, hanem a háború a veszélyes. Azért mondja ezt Magyar Péter, hosszasan lehetne erről beszélni egy egész estét, de én csak az idézőjeles kedvencemet hadd hozzam ide. Ott van a jelöltje, a barátja, Kollár Kinga nevű EP jelöltje. Aki azt mondta, hogy a magyarok agymosodtak a béke a békepárti álláspontjuk miatt. És egy lengyel lapnak Magyar Péter ugyanezt mondta, hogy a magyarok agymosodtak a békepárti álláspontjuk miatt. Tehát ezek törölmetszett feketöves, háborúpárti politikusok, pont ugyanolyan Magyar Péter, mint az összes többi baloldali politikus, ezért kell legyőzni vasárnap. Akkor ez a vona momentumra is vonatkozik, ma délutáni hírek szerint a momentum is betiltaná a háború ellenes kampányt. Meg, meg erkölcsi kötelességünknek mondják azt, hogy a háborúban részt vegyünk. Szerintünk meg erkölcsi kötelességünk az, hogy a háborúból kimaradjunk, és a magyarokat, a magyar embereket és Magyarországot megvédjük. Ugyanis ez nem a mi háborunk. Nagyon fontos, hogy ki mit tekint erkölcsi kötelességének. Ők azt tekintik erkölcsi kötelességünknek, hogy a magyarokat oda beküldjük meghalni, mi meg azt tekintjük erkölcsi kötelességünknek, hogy ebből a háborúból, ami nem a mi háborunk, kimaradjunk. Erről, és ez baloldal szemben az Orbán kormányjal és a Fidesz KDNP-vel. Erről dönthetnek az emberek most vasárnap. Ha már itt Magyar Péternél tartunk, egy pici belpolitikát engedjen meg, hogy a magyar nemzet felderítette, vagy feltette azokat a kérdéseket, hogy az a több száz millió forint, amiben belekerülhetett Magyar Péter országjárása, azok a hamis adatok, amiket ők közölnek a rendezvények lebonyolítási költségeiről, vagy éppen az, hogy egyáltalán nem beszélnek erről, az mire utal ön szerint? Hát arra, és ez is egy fontos kérdés, arra, hogy Magyar Péter egy szélhámos. És engedje meg, hogy az egészről átfogan beszéljek. Hát itt egy piramis játékról van szó, és a tetején van egy porszívó ügynök, aki egy szélhámos. Úgyis arról van, miről, is van szó? Magyar Péter anyósa, vagy barátnőinek az anyja. Ugye négy évet csücsült a börtönben, mert több mint ezer embert átvertek, lenyúltak és megloptak, és 7 milliárd forint a mai napig hiányzik. Egy piramis játékban vették el az emberektől a pénzt. Az anyós. És aki pedig Magyar Péter pártját alapította, és átadta neki, az az ember pedig ingatlanokon és mindenfajta módon szintén köthető ehhez a csalássorozathoz, és az is látható volt a sajtóban, hogy ott van Magyar Péter rendezvényein. Tehát a, a, egy piramis játék résztvevői adták át ezt a pártot Magyar Péternek. Ez egy piramisjáték, párt. Egy szélhámossal a tetején, aki ugyanazt csinálja, mint az anyósa, a támogatóival, átveri és lenyújja őket. Ezért kérem azt tisztelette azoktól is, akik fontolgatják azt, hogy Magyar Pétert támogassák vasárnap, hogy gondolják ezt át, hogy egy átverés áldozat, egy piramisjáték párt egy porszívú kell a tetején akarja őket átverni, és ami még súlyosabb, belevinni a háborúba. Gondolják ezt át, azt kérem tisztelettel, és a békepárti Fidesz-KDNP-t támogassák. millió találkozás napja, egy millió embert fognak személyesen felkeresni. Kiket és milyen üzenettel? Igen, a valaha volt legnagyobb LP kampányt folytatjuk, és most annak is a hajráját, a mozgósítást. Ez most a, a, az első számú és a legfontosabb, a mozgósítás. Eddig is ugye már beszéltünk arról, hogy a miniszterelnök levelét több millió háztartásba vittük ki, hogy több százezer embert hívunk fel telefonon, és valóban el fogunk jutni a választás előtti utolsó naphoz, a szombathoz, amely az egymillió találkozás napja, 50 ezer aktivistánk fog kopogtatni e, a, a, a magyar embereknél, és mindenkit felkeresnek neki lehetséget, és elmondani azt szombaton, hogy holnap, vasárnap ott kell lenni, és le kell győznünk a háborúpártiakat, mert egy létfontosságú választás előtt állunk. Mencer Tamás, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.